volt olyan időszakom, hogy én az önerőmből már nem bírtam volna tovább menni, de akkor a közösség hordoz engem. Ők megtartanak, elviselnek, támogatnak, és utána ismét tudtam szaladni. Ez a nyers erő az az erő, ami tovább tud engem lendíteni, és azt mondani, hogy te menj tovább, még egy lépés, és hogy nem te vagy a világ közepe. Nagyon sokat tanultam ebbe a közösségbe, hogy nem panaszkodnak az emberek, hanem aki átadta az életét Jézusnak, az bízik benne, és elkezdi dicsérni, ha a probléma közepén, és megoldódnak dolgok. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Köszönöm, Tamás, atya, hogy újra eljöttél. Én is köszöntelek, Angéla, és köszöntöm a kedves tévénézőket is. Olyan szép, hogy január 6-a, vízkereszt ünnepe, Teofánia, megismerhetjük Isten titkát. Ebben a műsorban valami módon újfajta lehetőségünk van, hogy a szent lelket, mint a közösség lelkét ismerjük meg. Neked nyilván van sajátos közösségi tapasztalatod. Megkérdezhetném, hogy mi az, ami elsőre számodra beugrik ezzel kapcsolatban? Nekem közösségi tapasztalatán ott kezdődött, hogy ifjúsági hittan volt nekem ilyen közösségi tapasztalat, amikor már nem csupán egy hittanórára jártunk el fiatalok, hanem közösségi alkalmakat szerveztünk, és együtt voltunk, együtt utaztunk, együtt töltöttük az időt, táboroztunk, tehát ott már egy kicsit kezdett nyílni ez a közösségi tapasztalat. Aztán kicsit azt is mondhatnám így a lelkiségi mozgalmakban, egy más dimenzióban megújult Krisztusban ez az együttlétünk keresztény oldala megmutatkozott. Olyan szép, hogy január 6-án, illetve magában a vízkeresztben a Szent Háromság titka nyilvánul ki, és alapvetően itt a közösség, hiszen ebbe a közösségbe vár bennünket Isten, és úgy alkotott, hogy alapvetően az ember közösségi lény, hiszen Isten képére vagyunk alkotva. Uh-huh. Most először meg fogjuk hallgatni Berezvai Viktornak a tanúságtételét. Őt egy missziós iskolában ismertem meg, ahol kiragyogott az ő személyisége, aztán később együtt is működtem vele, missziós műhelyeket tartottunk. Hallgassák őt szeretettel! 22 éves voltam, amikor megtértem. 18 évesen találkoztam először egy hittantáborba keresztény közeggel, de azt szeretném most kiemelni, hogy sose éreztem magam otthon egy közösségbe sem, sose tudtam igazán beilleszkedni. Addig, amíg megtérésem után meg nem hívtak egy keresztény közösségbe, ez az MKK volt, és azt éreztem, hogy hazataláltam, mint az elveszett bárány, embereimre találtam, akik jó fejek, akik műveltek, akikben ott van a fiatalos, laza lendület, de közben van egy erkölcsi tartásuk, és tudják, hogy mi a jó és a rossz, és azért nem mennek bele olyan dolgokba, amit mondjuk megtérésem előtt én simán bevállaltam volna. És azt éreztem, hogy ez egy biztonságot ad nekem, ami hiányzott a gyerekkoromból. És ahogy közösségbe kerültem, ott hamar én is egy kis csoportnak vezetőjévé válhattam. Azt éreztem, hogy itt kibontakoztathatom magam. Azt éreztem, hogy a talentumaimat itt tudom szabadon kamatoztatni és használni, erőlködés nélkül. Rengeteg szeretetet tudtam adni utána a nálam fiatalabbaknak, és ez egy olyan növekedési terület volt, ahol mint a táptalaj, mint a növények igazán zöldbe lendültek, és nagy gyümölcsöket, szép termést hoztak. Volt saját zenekarunk, akkor én is beállhattam énekelni, akkor tanultam gitározni, utána volt tánccsoport, akkor elkezdtem táncolni, utána megtanultam társas táncokat, utána már én is volt, hogy tudtam tanítani pár évvel később, mikor már kijártam a kezdőbb kurzusokat, és ez akkora öröm volt, akkora sikerélmény. Barátaim lettek a közösségbe, közös programokat szerveztünk, kirándulás, és
Rengeteget kaptam ebben a közösségben, rengeteget kaptam a testvérektől. Otthonosan tudtunk mozogni, biztonságban, és nagyon sok ajándékot rejtett ez. Most azt mondom, hogy közösség nélkül nem érdemes élni, és közösség nélkül alig bírtam volna túlélni, azt hiszem, az elmúlt időszakot, mert olyan megtartó ereje van, egy ilyen háló, és volt olyan időszakom, hogy én az önerőmből már nem bírtam volna tovább menni, olyan mélyre zuhantam, de akkor a közösség hordoz engem, ők megtartanak, elviselnek, támogatnak, és egy picit újra magához tér az ember, és utána ismét tudtam szaladni saját erőmből. Volt sportmunkacsoport is, akkor együtt tudtunk sportolni, és tényleg mindenki a saját képességei szerint hozzá tudott tenni a csoporthoz, a közösséghez, ki is tudja venni belőle, tehát mindenki tud töltődni, kapni az imádságok által, lelki gyakorlatokat szerveztünk mindig, és ez mindig egy olyan új lendület volt, ami az egész évre kitartott, és segített a nehézségeken is túllendülni, anélkül, hogy komolyabb probléma lenne belőle. És azt éreztem, hogy a Szentlélek biztos, hogy jelen van ezekben a közösségekben, mert tényleg, hogy ott valami többlet van, hogy ezt átjárja a lélek, hogy milyen figyelmesek vagyunk egymással, milyen kapcsolatok jönnek létre, ott milyen beszélgetések. És ebben ismertem fel a Szent Lelket. Hadd reagáljak egy kicsit Viktornak a tanúságtételihez, abban a szempontból, hogy hol is működik a lélek a közösség oldalán. Viktor egy kicsit arra mutatott rá, hogy a lélek a bennünk levő képességet bontakoztatja ki a közösségben, és ez mint egy ilyen otthonlét érzést vált ki bennünk, hogy helyünkön vagyunk, hogy jól érezzük magunkat azok között, akik Krisztusi emberként szeretnénk együtt lenni. Mindezt a lélek tudja így kibontakoztatni. Azt gondolom, hogy ha valaki megtért, akkor különösképpen fontos számára, hogy legyen egy olyan közeg, amelyik megtartja, illetve kibontakoztatja az ő képességeit, ajándékait, és ezt láthattuk nála. De azt gondolom, hogy ez nem csak rá jellemző, hanem minden keresztényre, akinek valami módon ki kell bontakoztatni az ajándékait, a bérmálás ajándékát, a képességeit, hát hol máshol, mint a közösségben. Előfordult, hogy találkoztam emberekkel, akik azt mondták, hogy nekem olyan nagyon nincs szükségem közösségre, úgyis ott vagyok a templomban. Igaz, közösségi ünnep a szentmise, ez így van, de élő módon kell, hogy ismerjük egymást, támogassuk egymást. Milyen nagy ajándék. Igen. Én is azt veszem észre, hogy önmagában még a templomban járásunk, ha csak idáig jutunk el, akkor azt érezhetjük, hogy valahogy egyirányú ennek a működésmódja, de amikor már kezdünk egymásra is figyelni, fontosak vagyunk egymás számára, kifejezzük, hogy hiányoztál, nem vagy itt közöttünk, és az még inkább kibontakoztatja, hogy hát én innen hiányzok, ha nem vagyok itt, meg hogy rám számítanak, meg hogy én is adhatok hozzá. Tehát mindez szeretné az Úristen szerintem kibontakoztatni bennünk. Úgy legyen, és most hallgassuk meg Jobbágy Borbála, a szociális testvérnek a tanúságtételét, aki gyermekvédelmi szakszolgálattal foglalkozik, erősen megtapasztalta, mennyire ott van a lélek a közösségben. Az életem első felének egy nagyon fontos tapasztalata, vagy mély tapasztalata volt így a magány, és ebből forrásozik leginkább azt gondolom a közösség iránti vágyam. Kezdettől fogva azt éreztem, hogy szükségem van közösségre, és hogy egyedül nem jó. Kezdetben még kevésbé voltak így eszközeim arra, hogy közösségben tudjak, úgy igazán jelen tudjak lenni, hogy kapcsolódni tudjak másokhoz, hogy
ki tudjam magam fejezni, vagy igazán oda tudjam magam adni. És a Szentlélek szerepét így nagyban látom abban, ahogy ezt így bontakoztatta bennem, ahogy lépésről lépésre gyógyított, és megmutatta, hogy milyen akadályok vannak bennem, amik nem teszik lehetővé azt, hogy úgy igazán közösségben tudjak lenni, jelen tudjak lenni. És ebből a hiányból fakad számomra az egyik nagy ajándék is, hogy a Szentlélek ajándékának is lehetne mondani, így az egység iránti vágy, ami kapcsolódik ugye a mottómhoz is, amit a szerzetesi fogadalmamkor kaptam. Ez János evangéliumából Jézus imája az egységért, amikor az atyához könyörög, hogy minnyáján egyek legyenek, amint te atyám bennem, és én te benned, úgy ők is egyek legyenek bennünk. És amiben itt tapasztalom a Szentlélek segítségét, egyrésztről nagyon fontos számomra az, hogy a Szentlélek az az atya és a fiú lelke, hogy a Szentlélekkel lesz közösség a Szent Háromság is, és hogy ő az, aki teremteni tudja közöttünk a közösséget tulajdonképpen. És ehhez szükségeltetik az a nagy lépés, hogy így túllépjek magamon. És ez az, amiben nagy segítség tud lenni. Segít felismerni azokat a hiányosságaimat, amikkel jobb, ha tudok őszintén szembenézni. És ez lehet, hogy nem csak magamban mutatja meg, hanem mondjuk a testvéremben is. A Szentlélekhez tudom kötni azt az erőt, magamban csak nyers erőnek hívom. Azt az erőt, ami akkor tud megjelenni bennem nagyon erősen, hogyha ilyen nehézség van, és így arra vinne a gyengébbik énem, hogy én ebbe elsüllyedjek, és az önsajnálatban maradjak, vagy csak a sötétséget lássam, és ez a nyers erő az az erő, ami tovább tud engem lendíteni, és azt mondani, hogy te menj tovább, még egy lépés van holnap, és hogy nem te vagy a világ közepe, ez is egy fontos része. De hogy ezt nagyon szeliden teszi, és sosem szégyenít meg, hanem szeliden hív a többre, a jóra, az életre. Számomra, hogy a Szentlélek az, aki lehetővé teszi azáltal, hogy engem is formál, meg teremt folyamatosan újjá. Ez teszi lehetővé azt, hogy közösségben tudjak élni, és úgy tudjak közösségben élni, hogy az a többiek számára is életadó lehessen, és tényleg valóban közösség lehessünk. Számomra nagyon fontos az, hogy kiemelte Bori azt az imát, az egységért való imát, amit mi minden nap mondunk, ami a Jézusnak a főpap imája, hogy legyenek mindnyájan egyek, amint te atyám bennem, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldöttél engem. És valóban a közösség nagy ajándéka az egység. Persze nem mindig éljük azt meg, de Szent Pál is igencsak megerősít bennünket, és egy idézetet hoztam ide, ami számomra már fiatal korom óta nagyon kedves. Első Tesszaloniki levél második versétől. Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban. Szüntelenül gondolunk Istenünk és Atyánk előtt, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban való hitetek gyümölcseire, fáradozó szeretetetekre és türelmes reménységetekre. Tudjuk, Istentől szeretett testvéreim, hogy választottak vagytok. Mi ugyanis az evangéliumot nem csak szóval hirdettük nálatok, hanem erővel és Szentlélekkel is, és egész teljességgel. Ezt a közösségnek mondja, és a Szentlélek, aki erővel működik köztünk, nem csak egyesekben, hanem a közösségben tevékenykedik. És a pünköskor eljövő Szentlélek az apostolokra jött rá, az egyházra jött, és nem csak az egyesekre. És pontosan a közösség életében megtapasztalható, hogy ha van 12 ember, az nem 12 egy-egy ember, hanem egy sokkal nagyobb egység, közösség. És őszintén szólva mi magyarok is megtapasztalhatjuk a lélek ajándékát, időnként széthúzóak vagyunk, de a lélek
ad nekünk egységet, bátorítást, és én ezt többször tapasztaltam már, Istennek legyen hála. Én is Borbárának az tanúságtételéből kiemelném talán azt, hogy őt a valaminek a hiánya viszi a közösség felől, hogy azt éli meg, hogy valamire szüksége van, valami felé mozdítja őt a lélek, és sokszor így dolgozik bennünk, hogy az a hiány, ami bennünk van, azt egy picit úgy megmozgatja bennünk, hogy annak a betöltöttsége tesz jót nekünk, és Borbálánál is talán ezt láttuk, hogy a közösségben töltődött be neki ez a hiány. És hogy beszélt róla, hogy láttam, hogy ragyog az arca. Uh-huh. Tehát, hogy eszébe jut bizonyos helyzet, bizonyos esemény, a közösség, és úgy mosolyog, uh-huh. mert derűt hoz számunkra a lélek örömét. Milyen jó ez. És ezt fogjuk meghallgatni majd Simon Tamásnak a tanúságtételéből is, aki az Emmanuel közösség tagja, számos alkalommal szolgáltam vele együtt, igen, kedves barátom. Hallgassuk most őt. A mi közösségünkben mindig van Szentlélek hívás, a dicsőítésbe, azzal kezdődik minden alkalom. Dicsérjük, áldjuk az Urat. És erre nagyon jó odafigyelni, hogy igazából az ne kérések legyenek, meg hálaadások, hanem akkor tényleg őt önmagáért, az ő fantasztikus szeretetért, szerelmért, amivel irántunk van, dicsérjük, mert jó, hogy van, és jó neki mindent átadni. Mert ő az egyetlen, aki ezt meg tudja oldani az életünkbe a nehézségeket. Igazából azok nagyon nagy alkalmak, amikor sokan jövünk össze, sokan, akár egy karizmatikus találkozón, egész máshogy hangzik egy ilyen össznépi dicsőítés, vagy parélemoniában, ahova szokott járni a közösségünk. Ott az Emmanuelnek van fantasztikus dicsőítő tábora. De működik ez, ha ketten vagyunk is, meg egyedül is lehet. Én nekem sajnos a hangom az nem olyan jó, hogy én örömömet lelném benne, de hogyha mások énekelnek szépen mellettem, akkor örömmel becsatlakozom is. Ez egy jó dolog Isten dicsérni. És igazából abból nagyon sokat tanultam ebbe a közösségbe, hogy nem panaszkodnak az emberek, hanem aki átadta az életét Jézusnak, az bízik benne, és elkezdi dicsérni, ha a probléma közepén, és megoldódnak dolgok. Nekem hihetetlen történeteim vannak erről, hogy Medjugorjéba például, mert én sofőrként éltem nagyjából le az életemnek a második felét, és egy normál busz helyett küldtek egy emeletes buszt. De ezzel a busszal olyan kalandok is voltak, hogy rossz volt neki az üzemanyag mérője, és egyszerűen kifogyott belőle a gázolaj. Hát akkor egész csapat le, mező közepére, ott dicsőítettük az Urat. Én fölhívtam a Marik Jóskát, hogy imádkozzon értünk, mert hogy egy ilyen helyzetbe kerültünk. Egy órán belül ott megoldódott ez is, meg jött egy teherautó, tudott kannába olajat adni, de légteleníteni is kellett közben, mert ez dízelmotor. A buszon volt olyan ember, aki értett hozzá, megcsinálták. Tehát mi minden így visszatenyerén az Isten, hogyha ebbe bele tud állni az ember. És nem érdemes keseregni, mert nekünk van egy mindenkinél hatalmasabb Urunk. Tamásnak a tanúság tételét hallgatva azt hallom ki a szavaiból, hogy az imádságnak nagyon fontos szerepe van a közösség életében, mind az egyéni életünkben is, de az egyéni életünkön keresztül a közösség felé visz. A közösségben való Isten dicséret, az úgy nagyon tudja emelni a lelket. Nemrég volt egy ilyen tapasztalatunk, hogy az egyházközségünkben hála hetet szerveztünk, egy kicsit ilyen programsorozatokat, és az egyik ilyen este a Szentmisét követően dicsőítő estet szerveztünk, és azt mondták, akik ott voltak, hogy
Hát így még nem zengett a templom. Ahogy ebben a dicsőítésben megtapasztaltak, és azt mondták, hogy hát ilyet kell máskor is. A dicsőítésben azt gondolom, belekapcsolódik az ég és a föld, hiszen az angyalok is dicsőítenek, a szentek is dicsőítenek. Amikor mi dicsőítjük az Istent, akkor összekapcsolódunk sokkal erőteljesebben. Az a tapasztalatom, hogy egyszerűen felemeli a szívemet, a lelkemet, független attól, hogy milyen volt a lelki állapotom előtte. Nem csak azért dicsőítünk, mert csak ilyen a hangulatunk, hanem mert Isten méltó a dicséretre. De ezt leginkább közösségben lehet megtenni. Teljes szívünkkel kívánjuk minden kedves tévénézőnek, hogy csatlakozzon valamilyen katolikus közösséghez. Ehhez is, és a közösség élethez is kérjük most a Szentlélek segítségét, és imádkozzunk. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Amen. Köszönjük, Szentlélek, hogy Te vagy a közösség lelke. Idehozunk minden közösségi tapasztalatot. Azokat is, amik fájnak, és azok is, amik megerősítettek már. Kérünk, hogy ezen keresztül bontakoztass ki azokat a képességeket és ajándékokat, amiket kaptunk tőled, hogy szolgáljunk az egyház, az Isten országa javára. Amen. Amen. Igen, Szentlélek Úristen, Te nagyon ismersz bennünket, sokkal jobban, mint mi magunkat, és ezért is merünk ilyen bizalommal hozzád fordulni, hogy bontakoztass ki mindannyiunk szívébe azokat az isteni ajándékokat, amelyeket Te nagyon jól ismersz, és mi pedig örömünket lejjük, hogyha fölismerjük mi is a megajándékozottságunkat ebben. Jöjj, Szentlélek Úristen, mindannyiunkat töltsd be a Te kegyelmeddel. Amen. Amen. Megáldasz. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.